Szóval, ha bárkinek kérdése van, akkor most az ideje. Az volna a kérdésem, hogy a Buddhában menedéket venni, azt hogy kell? A Buddha az a tanító. Tehát a Buddha, a Dharma és a Sangha, az ugye a tanító, a tanítás és a tanítványi közösség. Most ezek egymással összefüggnek, és egymástól is függnek, azért lehet ebben a háromban ilyen szépen menedéket venni, mert egymást támogatják. Ugye először is, hogyha van egy tanító, akiben úgy érzed, hogy megbízol, úgy érzed, hogy olyanokat mond, amik neked hasznosak, és egy olyan tant ad át, ami úgy érzed, hogy ezt a tant, ezt tudod követni, akkor már is menedéket vettél a Buddhában és a Dharmában, tehát a tanítóban és a tanításban. Tehát a Buddhában úgy veszel menedéket, hogy egyszerűen keresel egy fószert, aki szimpatikus, vagy nőt, aki úgy érzi, hogy érdemes követni, mert van valami irány, valami jó irány abban, amit mond. És akkor tudsz bízni benne, és tudsz együttműködni vele. Tudatosan nem mondom azt, hogy szót fogadsz neki, mert nem erről van szó. Hanem észreveszel valamiféle olyasmit, amit tudsz követni. És akkor menedéket veszel, mert van valami, amit magad fölé tudsz helyezni, és valamelyest talán irányban tud tartani, hogyha csatlakozol hozzá, akkor, amikor éppen mondjuk tanító nélkül eltévejednél. Még mindig nem vettél menedéket. Hát. Beszéltél arról, hogy mire jó ez a hely, és hogy akik ide jönnek, mit tudnak elérni, vagy mire ad lehetőséget egy ilyen párnapos elvonulás. És ha rá lehet látni dolgokra, én azt tapasztalom, főleg saját viselkedési mintáimra, hogyan viszonyulok másokhoz, és hogyha meglátok valami olyat, amit javítani szeretnék, hogy ennek mi a folyamata. Tehát, hogy ezt eltökélem magamban, meglátom, csak látom, a látástól sokat szoktatok beszélni, de ez még önmagában ugye nem javítja, hanem utána történik ez, de hogy ez hogyan működik? Hát ezt én neked nem tudom megmondani, hogy hogyan működik. De azért vannak ezek a formák, hogy te magad jöjj rá arra. Ugye azért kekeckedünk annyit, hogy úgy egyél például, hogy ne csörrenjen lehetőleg a kanál. Itt még nem is annyira, de a formális étkezésnél ott pláne. Ez is része a gyakorlatnak, és azért része a gyakorlatnak, mert ilyen egyszerű dolgokból veszel a legtöbb mindent észre. Tehát abból, hogy hogyan étkezel te, vagy hogyan étkezel a másik, mondhatod, hogy látod, de hát úgy mikroszinten nem tudod, hogy akkor így tartja a kezét, vagy úgy tartja a kezét. Ez biztos észrevetted már, hogy legalábbis szerintem ez legtöbb ember így van vele, hogy bemutatkozásnál úgy 10-ből 9-szer nem emlékszel az ember nevére, akinek bemutatkozol, mert minden egyébre figyelsz, az energiára figyelsz, a mindenség, hogy milyen ember, arra figyelsz, hogy te hogyan nyújtod a kezed, arra figyelsz, hogy vajon ő milyen képet ad rólad, és mindenfele megy a figyelem, csak arra nem, hogy ugye az info, hogy mi a neve. És egy picit így vagyunk az étkezéssel is, hogy annyira rutinszerű, annyira hozzászoktunk, hogy csak úgy mellékesen eszünk, hogy az ilyen mellékes mozgásainkat, azokat nem tudatosítjuk, nem veszük észre. Viszont itt a templomban ezek a mellékes mozgások is, hogy hogyan sétálunk, hogyan lépkedünk, hogyan eszünk, ezekre egy picit rá van irányítva a figyelem, pontosan azért, mert ezek konkrétak, és ezek nagyon árulkodóak tudnak lenni. És hogyha valaki eltölt itt egy pár napot, akkor mikor visszamegy a nem azt mondom, hogy a való világba, hanem a hétköznapokba, akkor valószínűleg észrevesz magának picitért, hogy az embereket egy picit úgy jobban látja,
De csak ezért, mert egyszerűen hozzászokott egy picit erre, hogy egymásra odafigyeljünk, és magunkra odafigyeljünk. És hogyha például én észrevettem, hogy így a kanalazás közben úgy mindig egy picit úgy utána teszem, és rájöttem, hogy ez az édesanyám, ahogy etetett valamikor gyerekkoromban, ez a biztonságérzet, hogy még egy picit úgy oda, és most jöttem rá saját gyerekkel egyébként, ezt is figyelj, hogy tolod be a kaját a szájába, és akkor még egy picit úgy befugázod, ami úgy mellé ment. És rájöttem, hogy teljesen értelmetlenül én is úgy már tudok enni többé-kevésbé kanállal, de én is csinálom ezt a mozdulatot, ezt a kis befugázó, utóvakoló kis kanál mozdulatot a kezemmel, mert valamiért talán ez nekem egy picit ilyen gondoskodóbb, biztonságosabb érzetet ad. Na, ez csak egy ilyen példa, ami eszembe jutott, hogy ilyen apró dolgokat, konkrétumokat meg tudsz figyelni saját magadon. Aztán ebből épül az, hogy mit tudom, valaki véletlenül éppen arra néz, és erre megy, és neked megy, és milyen borzasztó nagy dühöt tud kiváltani, hogy mert nem figyel oda, mert nem csinál, mert nem a gyakorlat, talán még le is ordítod a fejét, vagy rendesen, vagy belül. És akkor ez egy remek alkalom arra, hogy észrevedd azt, hogy hé, hát itt nem történt semmi, csak hozzáértek egy picit a kezedhez, te meg így egyből egy atomrobbanást idéztél belőle elő. És ilyen apró dolgokon múlik általában az élet, és ilyen apró kicsi pillanatokon múlik az életünk. És itt tudunk egy picit így mikrozumolni rá, hogy hogyan is működünk, hogy aztán ezeket a kis mikromotorokat a helyre tud tenni. Hogyha már észreveszed, akkor a te döntésed, hogy csinálod tovább, vagy nem csinálod tovább. Szíved joga tovább csinálni, és szíved joga nem tovább csinálni, de amíg nem veszed észre, addig nem látsz rá, addig nem nincs beleszólásod, hogy ez működik, vagy nem működik, hanem egyszerűen jön a helyzet, bekapcsolja rajtad a karmát, azt te ugyanúgy lereagálod 51-szer is, és ugyanúgy szenvedsz tőle, és szenvedtetsz. Hát ez nem jó, nem rossz, de hogyha tudunk, akkor inkább általában nem szenvednénk, és nem szenvedtetnénk. Hú, de sokat beszéltem. Egyéb kérdés? Igen. Hogy amit itt megtanul az ember, vagy magával visz. Ha a hétköznapokba elmegy, akkor ezt a palántát, ez hogy tudja mondjuk, hogy legalább ne sorvadjon el, hogy nevelni, vagy hogy megmaradjon. Tehát, hogy ezt hogy lehet kivitelezni, nem ezek között a keretek között. Ezek között a keretek között, ugye, mint említettem, hogy van egy forma, egy szigorú forma, elején egy picit visszatetszést okozó forma, aztán meg biztonságot nyújtó forma. És ezt a biztonságot nyújtó formát, ezt valamelyest, ugye, mint gyakorlatot, ezt hazaviheted, sőt, bátorítunk rá, hogy hazavidd, mert nem az a célja a zennek, hogy itt elszigetelt közegben a földet csapkodjuk, és akkor érezzük, hogy mennyire a tutira elértük a tiszta térszerű, tükörszerű tudatot, hanem az lenne a cél, és zen tulajdonképpen nem is létezik, csak élet létezik, csak ezt a zent úgy rámondjuk. Tehát a külső és belső egyéválása az lenne a zen, de már megint beleakadunk a fogalmakba. Visszatérve a te kérdésednek a lényegéhez, egyszerűen amit úgy érzel, hogy működik, azt el tudod vinni. Tehát ülőgyakorlatot, ülőmeditációt, leborulást, éneklést, alkalmankénti, nem tudom, hogy hova valósi vagy hirtelenjében, de mondd. Pest megye. Pest megye. Na, Budapesten például van a hétfőnként meditáció az Andrássy út 35 alatt, és ott lehet például csoportosan gyakorolni. Tehát érdemes mind egyénileg, mind csoportosan gyakorolni néha, és azért mondom, hangsúlyozom egy picit ezt a csoportot, mert egyénileg azért jól el lehet menni csára néha, hogy
elhitetjük magunkkal nagyon gyorsan, hogy vagy azt, hogy pokolban vagyunk, vagy azt, hogy buthák vagyunk, egyik se jobb a másiknál. Szóval ezt a kis formális keretet, hogy éneklés, leborulás, ülőmeditáció, ezt nyugodtan be tudod iktatni a hétköznapjaidba, amennyire tudod, és ez fenntartod is, amikor tudsz, eljössz ide. Nincsenek hétköznapok, és nincsenek nem hétköznapok, ezt azért hangsúlyoznám. Tehát amikor innen kimegyünk, az ugyanúgy leveleznek a fák odakünn is, mint itt a templom körül. Az, hogy te miként látod ezt, meg milyennek látod ezeket a fákat, na ezt a belső hozzáállást, ez meg a te felelősséged, hogy mennyire tisztítod le, és ezt ugyanúgy folytathatod bárhol, bármikor, akár buszvezetés közben is. Csinálhatsz abból is gyakorlatot. Csak azért kérdeztem, mert a végtelenségig lusta vagyok, és nem biztos, hogy otthon borúgatni fogok le. Hát helyetted nem fog senki. Ja, csak mondom, hogy csak ismerem magam. Hogyha a lustaságot általában ezt odakön mondjuk egy autóbalesettel kapod meg. Ez csak egy példa. Nem feltétlenül, csak általában az, hogy visszatérj a jelen pillanatban, és az lásd, ami van, és azra válaszolj, ami van, ez annyira be vagyunk sokszor így mindenféle hiedelmekkel, vágyakkal, félelmekkel így opálosítva, hogy az élet úgymond kénytelen ütni ránk egyet, hogy visszatérjünk a jelenbe. És ez akkor történik meg legtöbbször, hogyha nem vagyunk hajlandóak látni, hogyha nem vagyunk hajlandóak legalább egy pici energiát mi fektetni, azaz, hogyha túlságosan lusták vagyunk például ahhoz, hogy ugye, hogyha nem mosod le a szélvédődet, mert lusta vagy, egy idő után lehet, hogy valószínűbb legalábbis, hogy neki mész valami olyannak, aminek nem szeretnél. A dharmát azt hiszem nem értem, vagy nem látom, hogy pontosan micsoda. Nagyjából csak annyi jött át, hogy a dolgok úgy, ahogy vannak. Erről, hogy egy picit beszélnél, nekem az hálás lennék. Az pont mi ma az? A padló barna. Ez a dharma. A nevem barna. Marti barna. Már említettem, hogy dharma, mihelyest valamit kimondunk a dharmáról, pláne mihelyest leírunk valamit a dharmáról, abban a pillanatban, mivel ez annyira végtelen és dinamikus, éppen ezért valamiféleképpen eláruljuk. De mégiscsak szavakból értünk valamelyest. Tehát az, hogy esik az eső, az is dharma. Az, hogy kék az ég, az is dharma. A dharma az a világ, ahogy működik. És nem úgy, amit szeretnénk, hanem úgy, ahogy van. És a dharma a működés mellett ugye a maga a tanítást is dharmának hívjuk, hogy az erről szóló tanítást, amit például a Buddha által kapunk, de nem feltétlenül. Ez egy erre szakszó a dharma. Tehát a működés, azaz a világ rendje egyrészt, másrészt pedig az erről szóló tanítás. Hogy aztán ez micsoda, azt nem tudom. De ez a nem tudom, ez is dharma, sőt. Köszönöm, és ha megengeded még egy kérdés. Ez ilyen kettős kérdések estéje, ma úgy látom. Igen, hogy így azt hiszem átmegy. Hogyan érdemes hozzám viszonyulni? Mihez? A dharmához. Tehát a világhoz úgy, ahogy van. Eszembe jut, hogy csak figyeljem, vagy lássam meg a működést, és ez alapján működjek benne, vagy ahol nem tetszik, ott változtassak. Ez, hogy hogyan viszonyulj a dharmához, ez már eleve elég pökhendi. Ez olyan, mint a dharma meg te külön lennétek. Lennél te, és lenne a dharma. Hát, vagy el kell keserítsek, vagy fel kell vidítsalak, hogy nem. Amikor levegőt veszel, az is dharma.
Az, hogy ennek a működésére mennyire, hogy mi ez a darmában, mi az, ami teremti az egészet, mi az, ami látja ezt, ami kérdezte az előbb, hogy én hogyan viszonyom, mi az, ami teremti ezt az egészet, mi az, ami látja, mi az, ami kontrollálni tudja, ez már érdekesebb, mert ezt kereste a Buddha is, ezt a kiutat kereste ebből az egészből, hogy ha, meghalunk, hát de ez azért nem jó. És mi az, ami nem függ élettől és haláltól? Mi az, ami ezt meghaladja? És ahhoz, hogy ebben elmélyüljünk, ebben általában az apró dolgokat, tehát a működéseket észre kell venni. És ilyen szempontból talán nem is annyira pökhendi az, hogy hogyan viszonyulok én a dharmához. Az az én, ami viszonyulni akar, ami azt mondja, hogy én vagyok, abból a csoport sejtből, amit összerakott, valamiféle tudat, mert valamiféle intelligencia csak idehozta, generációkon keresztül azt a fület kaptad valahogy, több generáción keresztül, és a fület tudja, hogy ott a fület pont olyan, mint a dédnagyapádé, vagy a nem tudom, hogy milyen, de olyan. És ezt a borzasztó nagy tehát intelligenciát, ezt... Ez dualisztikusan még belegondolni is nehéz, hogy akkor ezt most lebontjuk, hogy meglássuk a működést, hogy akkor én most ebből akár tudományt is csinálok, hogy hát egy sejtel, ugye Ádám, orosz Ádám, darmamester biztos többet tudna beszélni, hogy egy molekulával el lehet tölteni több életet, és akkor még mindig nem értél a végére. Viszont mégis van valami, Szungszán Zenmester mondta, hogy a nagyon hegyes a kard, és nagyon még hegyesebb a kardnál is a nyelv, és a nyelvnél is hegyesebb a toll, mert még több be tud ártani, mint a kard az a legtompább. A nyelv az már veszélyesebb, a toll az még durvább, de amit még a toll hegyese ér el, azt a zen még mindig átvágja. És ezt keressük, de hiába mondjuk, hogy nem elmondható, csak ennyit tudunk mondani, hogy nem elmondható, viszont tapasztalható, és ez a tapasztalat ez egyénenként elérhető, és ezért van a forma, hogy ezt a saját tapasztalatod, ezt érd el. És ebből lásd meg azt, hogy hogyan tudsz kevesebbet szenvedni és szenvedtetni. Igen. Próbálom a gyakorlásomat nem minősíteni, vagy nem kritizálni, de nem sikerül. Már nem is tetted. Igen. Még azt is minősítem, hogy nem tudom nem minősíteni. Hogyan lehet ezt abba hagyni? Ezt a gyakorlatba való menekülés, vagy menedékvétel által. Ugye a menekülés és a menedékvétel az van, hogy azonos. De. Szóval az a gyakorlatban megvan, hogy mit kell csinálni. Nagyon konkrétan megvan, és csak azt. És bármi, ami azon kívül esik, akár érzet, akár minősítés, az nem jó, nem rossz, csak azt tudod, hogy ez nem a gyakorlat. Éppen erről szól a gyakorlat, hogy valamihez vissza tudj térni, ami nem minősítés, éppen azért kell visszatérni, hogy valamiért, az úgy képzelhető el legalábbis számomra, mintha volna egy ilyen három falu lyukacsos labda szerkezet, és állandóan a test meg az érzelmek, az három fal, a test meg az érzelmek, meg a gondolatok, és akkor belül ott a közepén ott nagyon büdös van, és nagyon megvan mindenféle, valami nagyon rossz, mert állandóan nincsenek szinkronban, tehát nem kerülnek egymás fölé a lukak, nem tud kiszellőzni. És akkor tud kiszellőzni, vagy akkor tud egyáltalán megindulni benne az energia, besütni a nap, hogyha ezek a lapok egymás fölé kerülnek, és akkor tudnak egymás fölé kerülni, hogyha szépen mozdulatlan a test, mozdulatlan érzelem, mozdulatlan a tudat, és ezt segíti maga a gyakorlat. Így ülj, ezt végezd, és vissza.
És akkor ez még nem meditáció, ez csak gyakorlás. És akkor teremtesz meg egy olyan részt, hogy mondjuk egy picit, hogyha besütött az egyik lukon a nap, akkor már tudod, hogy van ilyen. És akkor már tudod, hogy miért gyakorolsz. Éppen ezért bármennyit beszélhetek a gyakorlatról, hogyha te magadnak legalább egy pillanatra nem lett volna valamiféle ilyen élményed, hogy igen, ez, ennek van értelme, akkor nem lennél ma itt valószínűleg. Van, aki az első ülés után elmenekül, azt mondja, hogy nem neki való. Van ilyen. De visszatérve a kérdésedre, hogy csak ezért vannak ezek a csak tedd. Csak tedd és kész, és ne minősítsd, és akkor létrehozod azt a közeget, ahol ez a minősítgetés úgy meg tud magától szűnni. Ez jó? Hát, ha majd megszűnik, akkor jó lesz. Már megszűnt. Egyéb kérdés? Nekem is a gyakorlattal kapcsolatban van egy kérdésem, hogy néha előfordul, hogy mi alatt irányítom le a fókuszt a tantienre, hát így úgymond megfájdul a szívem, de szinte egy fizikailag, és ekkor egy picit megijedek, hogy ilyenkor mi a teendő. Először fájdul meg a szíved, és utána ijedsz meg, vagy először megijedsz, és utána fájdul? Ez egy jó kérdés. Nem tudom. Hát azt gondolom, hogy először fájdul meg a szívem, és utána ijedek meg. Mindegy is egyébként. Tehát jó volna, hogyha nem kapnál itt ülés közben infarktus mindenek előtt. És egyébként a tantien praxisnak ez az egyik lényegem, hogy ugye beszéljünk arról, hogy úgy fáj a szívem. Általában ez nem azért van, mert benne van egy néhány centiméter penge hosszúságú kés. Tehát amikor hogy fáj a szívem, milyen zajos a mikrofonom. Szóval amikor mondjuk, hogy úgy fáj a szívem, vagy gyomoridegen van, vagy a fejembe szállt, vagy hogy derék dolog, például, hogy derekasan végzed a munkád, vagy hogy a vesét belátok, vagy rossz májú, ezeknek mind valamilyen féleképpen felgyűlt egy ilyen allegorikus, energetikai vonatkozása is. És a tantien praxisnak ez lenne a lényege, hogy ugye lent tartjuk az energiát. Ez a lent, ez is egy viszonylagosság, ugye, hogy hol van lent. Hát most Új-Zélandon meg azt mondják, hogy fenn. Ez egy ilyen kicsi zárójel volt. Szóval, hogy lent tartjuk az energiát a tantienben, és ott nem dualizálódik az energia, például félelemre, például gondolkodásra, például ilyen kommunikáció, torokszorító, kimondatlan dolgokra, hanem ezt szépen vissza lehet vezetni, ez olyan picit, mint egy ilyen biztonsági, mikor a tűzszerészek úgy biztonságosan úgy elrobbantják a fejet egy ilyen páncél tömlöcben, azt hiszem van ilyen. Ha nincs, akkor is most mondtam, és akkor most van. Szóval, hogy egy ilyen biztonságos hely a tantien, ahol hatalmas nagy energiák tudnak felgyűlni, és aránylag hogy károsodásmentesen működni. És hogy ezt érzed a szívedben néha, akkor azt jelenti, hogy így ez a hirtelen, ez felugrott az energia, és ez már ott dualizálódott félelemre, vagy szeretetre, vagy bármiféle érzelemre. És ez nem baj, tehát ez nem elfojtani kell, csak akkor tér vissza a tantienhez. Tehát, hogyha ezt lehet olyankor gyakorolni, például, hogyha előre tudod néha, hogy mit tudom én, meglátsz egy e-mailt, és meglátod, hogy kitől jött, és tudod, hogy ettől nem szoktál olyan e-maileket kapni, aminek örülni szoktál, akkor rögtön be is tudod kapcsolni. Már egy picit a hasi légzés már az segít, hogy picit oda koncentrálsz, hogy ne az agyat csattanjon ki belőle, hanem lásd az egészet, de a centered legyen erősebb, mint az a reakció, amit ez esetben e-mail benned kivált. És az már egyszer sikerül, akkor már tudod, hogy úgy hogy működik, hogy egyszerűen az, hogy megéri.
megéri, mert általában ez az első lépés, hogy úgy gondoljuk, hogy jó van, itt van ez a zen, meg itt van ez a tantien, meg izé, de azért mégiscsak elkezdünk inkább gondolati szinten szétpattanni, mihez van egy problémával szembesülünk, mert azt szoktuk meg. És ezt a szokást, ezt egy picit ezzel a szokatlannak tűnő praxissal, hogy így ülünk, és nem csinálunk semmit, vagy még le is borulunk, vagy uram, hogyha még éneklünk is, és azzal ezt tudjuk egy picit tudatosítani, hogy az a furcsa, hogy ott nem érzünk különösebben semmit a tantienben, de ez a semmi, ez az üres semmi, vagy a teli semmi. Ez a sunyata, ez a teli üresség, ez nem tudunk mit kezdeni ezzel, hogy nem érzünk valami konkrétumot, mert itt tudjuk, hogy érzem, tudjuk a gondolat, mert tudjuk, és ez a nem tudom, ami a legerősebb, ami minden mögött ott van, amit gyűjtünk, mint energiatartalékot, az egy picit megfoghatatlanabb. De mihelyest először működés közben egy picit ezt megérezzük, akkor már tudjuk, hogy ez hogy egyáltalán, hogy tudunk mit kezdeni magával a koncepcióval, mert addig csak így dumálunk össze-vissza a semmibe. És egy ilyen például, hogy egy picit így belenyilal a szívadba, azért, hogyha sokat nyilal, inkább menjél a kardiológushoz, mert ilyen azért nem vagyok, de sokszor ez energetikailag, sokszor van egy ilyen energetikai háttere, akár az infarktusnak, akár az agyvérzésnek, akár más szervi bajoknak, hogy így szomatizálódik. És ezt a középpontból így bizonyos pontig meg lehet tartani, de hangsúlyozom, bizonyos pontig, tehát itt nem gyógyító, nem csodatevő tanfolyamra jöttetek, meg ilyesmi, de lehetnek ilyen, hogy picit mellékhatásként ilyen jelenségek kísérhetik a gyakorlatot, hogy ez picit jobban beindul az, ugye a fény a futballlabdák között. Köszönöm szépen. A leborulásról szeretnék kérdezni. Mielőtt borulunk le, és mit jelent ez? Mi történik leborulás közben? Leborulás közben igyekszünk, hogy az én, mint én eltűnjön. Hogy mielőtt borulunk le, jelen esetben például a Buddha előtt borulunk le. De a Buddha az nem az a szobor, ami itt van mögöttem, és ilyen aranyszínű, és nem tudom, hogy milyen anyagból van egyébként, mert nem karcolgattam meg kulcssal a tetejét. Az is csak egy kivetítése annak, mert az embernek szüksége van állandóan valamiféle képre, valamiféle fogalomra, valamiféle formára, amire egyébként nem lenne szükség, de szüksége van, hogy valami előtt le tudjon borulni, tehát maga fölé tudja emelni. És jelen pillanatban a leborulásnak az lenne a lényege, hogy felismer, tehát egy igazi alázat helyzetbe tedd önmagad, tehát nem megalázkodás, hanem alázat, ami azt jelenti, hogy a határaidat feloldod és egyé válsz az univerzummal. A megalázkodás az egy picit más, ott az már ilyen szinte üzleti tranzakció sokszor, hogy azért csinálom ezt, hogy valamit kapjak. A leborulásnál egyszerűen az a kis én eltűnik, és azért, hogy egyesüljön az univerzummal, és a nagyobb térből tudjon, azzal tudjon harmóniába kerülni. Tehát ugye, amikor a kereszténységben is van, hogy faragott képeket ne imádj, az valami ilyesmi köze lehet, hogy az, hogy a forma, hogy van ott egy bika, vagy egy buddha, az tök mindegy, hogy mi az. Nem az előtt borulsz le, hanem valami, amit az képvisel. És az a valamit azért képviseli, mert hogy nem képbe foglalható általában, de mégis tapasztalható. De ez a valami, ami előtt teleborulsz, lehet egy, nem tudom, bármi, amit többre tartasz magadnál, ennél a kis énednél. És minél több dolog előtt borulsz rá, legbelül, tehát ne, hogy ez akkor most nagy, ez most jó, ez most rossz. Amikor leborulsz, akkor a jó és a rossz megszűnik. Akkor az én és a te megszűnik. Akkor a világ és te egyé váltok.
És ez egyszerre lehet a kicsi énnek ugye nagyon ijesztő, a nagy én az meg olyan, amilyen. Csak általában, hogyha van valakinek egy ilyen, ugye, ilyen illúzióvesztéses tapasztalat, ez sokszor, ezt úgy megjegyezném, hogy ez nem kellemes. Nem kellemes az, hogy az a gondolati mintahalmaz, érzelmi reakcióhalmaz, amit te definiáltál, hogy na, akkor ez most eljutottam ide, ez most én vagyok, ez most azt annyira én vagyok, és akkor jön egy gyakorlat, és ülsz, és akkor ez az én, ez most honnan jön? És ez egész elbizonytalanodik, és ez egyszerre lehet nagyon felszabadító, és nagyon, nagyon ijesztő. De ez is csak a kis kombinatív énünknek. És hogyha erre egy picit is rálátsz, és akkor tudsz erre rálátni jobban, hogyha a tudatod tere nagyobb lesz, mint ez a jelenség, akár az a jelenség, ami te, mint énséget tapasztalsz. Mindig arra törekszünk, hogy ezt a tapasztalatot, ezt kiterjesszük minél jobban. Tehát nem meghódítsuk, hanem befogadjuk a világot. Tehát nem mindegy. És hogyha befogadjuk, akkor az én és a kis én és a nagy én az tulajdonképpen a külső és a belső egyé válik, és működik, és kész. Köszönöm. Ugye a tanítás az egy nagyon bonyolult tanításokat is tartalmaz maga a zen is, amiről beszéltél akár a tetralemma, vagy akár a tantien, amiről beszélünk, ezek az energetikai rendszerek is részét képezik ennek a tudásnak, amit átadtok, vagy megtanultok, vagy megtanulunk. De maga a tanítás az veszélyes is lehet, és mindenkire nagyon nagy veszéllyel van, akár mesterekre is, hiszen hihetetlen könnyen tud átfordulni egy egoépítésbe. Te hogy vagy ezzel? Én. Te. Szürke verén vagyok, kérem szépen, és nem a trónok harcából. Igen, amit említettem, azért jó, hogy van tanítás, tanító és tanítványi közösség, mert ezt a például egy ilyen kérdéssel a tanítványi közösség ez tudja valamelyest kontrollálni, hogyha túlságosan elkezd a mester gurusodni. Az, hogy én hogy vagyok ezzel, az neked nem biztos, hogy segít. Tehát neked nem biztos, hogy tanítás. Az biztos, hogy nem értem a végére. Tehát az a legnagyobb veszély szerintem. Amikor úgy érzed, hogy na, én akkor most már tatagata vagyok, beérkezett vagyok, és akkor innentől bármit mondok, az a frankó, és bármit csinálok, az abból arany lesz, és ilyesmi, és akkor ilyenkor lehet szépen falnak menni. Hogy én ezzel hogy vagyok? Hát én igyekszem a legjobb látásom szerint, és direkt nem tudást mondok, mert az szerintem nincs. A legjobb látásom szerint segíteni, amennyire tudok, és abban a pillanatban, hogy esetleg rájövök, hogy hibáztam, igyekszem kiavítani. Ennyit tudok én tenni saját részemről. Általában ugye Sung Sanzen mester mondta, hogy nem lenne szükség mesterekre se. Tehát formára nem lenne szükség, csak az emberek ragaszkodnak a formához. És mivel az emberek ragaszkodnak a formához, ezért hát felveszem én is ezt a szürke ruhát, ezt még egy évvel ezelőtt még ilyenem se volt. És akkor talán te is egy picit másképp nézel rám, hogy jogosan vagy nem jogosan, azt nem tudom. De talán ezzel lehetőséget teremtek arra, hogy többet segítsek neked, mint mondjuk a szürke ruha nélkül. Azért, mert neked van egy ilyen
Talán, hogy hát az egyenruha az mégiscsak egyenruha. Hogyha van egy brand, ugye, akkor azt komolyabban vesszük. Jobb, mint csak ilyen csíkos Adidas melegítőben nyomnám. Vagy nem jobb, nem tudom. Aranylánccal akár. Szóval a zen tele van paradoxonokkal, nem csak a zen van tele paradoxonokkal, hanem az élet, és a zen csak így ráközelít ezekre. Tehát mikor ezt mondjuk, hogy akkor egyszerre van egy pillanatnyi pillanat, és egyszerre van az egész univerzum benne. És ez olyan zengzetesnek hangzik. És az is. De tulajdonképpen végtelenül egyszerű. És az a végtelen egyszerűség és a végtelen bonyolult, ez találkozik a zenben. És ezért egyik pillanatban végtelenül egyszerű megérteni, a másik pillanatban meg végtelenül bonyolult, mert próbált direkt lenni. És mint tanítás, én mint ex-irodalmár, ha bárki, aki irodalommal foglalkozott, az lehet ex. Ezt el lehet, mint a biciklizés, szerintem nem felejtél az ember. Szóval nagyon sokat foglalkoztam a jelentéssel, és hogy honnan jön a jelentés, és hogy mi által jön, és milyen képletek, és hogyan lehet minél inkább a szavakat, mint formát meghaladni ahhoz, hogy elérjünk egy jelentéshez. És ezt anno én például az abszurd humorban ismertem fel, hogy nagyon-nagyon hasonló a koanokhoz, de ez ilyen 20 évvel ezelőtt volt, amikor ezt a megvillant, amit el is utasítottak, mint OTDK témát akkoriban. Túl sok volt az ezó benne, azt hiszem. De ez, hogy hol pukkannak el a szavak, és hol lesz egyszer csak a valóság valósága, azt a zenben, mint tanításban, azt én itt találtam meg a leginkább. Hogy borzasztó mély tartalom, és kevés sallang, és nagy energia, ugyanakkor pedig kevés adminisztráció. Lehet, hogy még beszélhetnék róla, de ennyi jutott eszembe a kérdésedre. Nem tudom, hogy elég-e. Teljesen. Köszönöm szépen. Elhangzott három kijelentés. Az egyik, hogy ugye ezt mit töltjük meg tartalommal. Most az ülő meditációra gondolok. A másik az, hogy ne szakadjunk el a gyakorlattól. És a harmadik az, hogy minden munkát mondjuk úgy végzünk, hogy meditatív jelleggel. Na most, hogy inkább az a kérdésem, hogy ezek közül mi a mag, mert hogyha mondjuk én nekem lehet, hogy van egy korábbi rossz gyakorlatom, és nekem az olyan, mintha működne, tantien, de hogy máshogy. Máshogy, mint ahogy ez a háromféle ki lett jelentve, hogy ilyen szinten, hogy mennyire, milyen szinten lehet elszakadni ezektől. Pontosan mitől? Hát attól a háromféle meditációs gyakorlattól, ami meg volt határozva még az elején. Miért akarsz elszakadni tőlük? Azért, mert most úgy éreztem, hogy zavar. És egy másfajta technikával jobban le tudom vinni a koncentrációmat a tantiembe. Mit zavar? Van rengeteg technika egyébként, nem tudom, hogy milyen technikáról beszélsz. Azt sem tudom, hogy jó vagy rossz, tehát ez nem az zen az egyetlen. Nem üdvösséghez vezető út, de ha idejössz zen gyakorolni, akkor mi ezekért tudunk valamelyest felelősséget vállalni. Tehát, hogyha itt jössz, és
akkor azt a gyakorlatot végezd, igyekezz legalábbis, ami itt van. Oké? Okay? Ez saját magad érdekében és a közösség érdekében. Tehát ha mindenki, ezért nem bátorítjuk például, hogy lehet, hogy vannak más mantrák, vannak jó mantrák, csak nem máshonnan hozott technikákat itt ne végezzünk. Azon kívül például azért jogázni szoktunk mi is, csak tudd, hogy mikor végzed az egyik gyakorlatot, és mikor végzed a másik gyakorlatot. Amikor azt a gyakorlatot végzed, amit itt nekünk, neked, mint eszközt a kezedbe adtunk, akkor azt végezd. Amikor pedig nem, akkor meg nem. Csak a kettőt ne keverd, hogy akkor most én inkább valami másféleképpen majd így hozom le, vagy ezért nem biztos, hogy rossz, csak mondom, hogy ha már kipróbálod ezt a fajta módszert, akkor próbáld ki teljesen. És légy egy kicsit hűséges hozzá. Legalább addig, amíg ki akarod próbálni. És ez általában érdemes figyelemben tartani, hogy lehetőleg ne keverjük a technikákat, főleg eleinte, de később sem. Azt pedig, hogy hogyan végezd a dolgodat úgy, hogy meditatív vagy gyakorlatot csinálj belőle, hát azt végezd, ami van. Tehát mikor vágod a kenyeret, akkor ne arra gondolj, hogy a madarak csicseregnek, mert akkor elvágod a kezedet. Ennyi. Ennyi a gyakorlat. Légy jelen ott, ahol vagy, azt tedd, ami van. Helyes szituáció, konyhából jön ki valaki, akkor félrelépsz, hogy ne botoljon meg benned. Helyes kapcsolat, mikor belépsz a dharmaterembe, meghajolsz. Helyes cselekedet, 3-30-ig tart az ülmeditáció, addig ülsz, utána felállsz és sétálsz. Ez a helyes cselekvés. Oké? Okay? Bármi egyéb kérdés? Csak azt akarom kérdezni, mi az a bódhiszatva? A bódhiszatva az szintén egy fogalom, azokra a lényekre használjuk, akik önszántukból bár beléphetnének a nirvánába, de visszatérnek inkább az emberek közé, hogy segítsék az érző lényeket, és nem térnek vissza a nirvánába mindaddig, amíg minden érző lény ugyanaz lesz, mint a Buddha. Akkor Jézus Krisztus egy bódhiszatva? Igen. Ugye mindenkinél van egy pont, amikor azt mondja, hogy egy másik utat választ, vagy egy másik életmódba lép, és hogy azt szeretném megkérdezni, nálad mi volt ez, hogyha nem túl személyes a kérdés. Volt-e egy pont, vagy ez egy folyamat volt? Hát elég személyes kérdés. Akkor megfogazom másképpen. A személyes dolgokról azért nehéz, meg nem is feltétlenül érdemes beszélni, mint hogy tapasztalatokról, mert az én tapasztalatom lehet, hogy jó sztori, és már itt beszéltem is erről meg arról, de nem biztos, hogy neked segít. Sőt, talán egy picit akadályozhat is abban, hogy a te személyes tapasztalatodat mondjuk tényleg megéld. De rövidre véve ezt az egészet, ez egy folyamat volt. Tehát, mint említettem, én elkezdett engem, hogyha visszatekintek, akkor már ott kezdődött, amikor gyerekkoromban olvastam a népmeséket, és a teljes odaadással olvastam a népmeséket, és teljes egyéválás, és elhittem, és kipróbáltam a gyűrűket, hogy működnek-e varázsgyűrűként, meg stb. De szerintem minden gyerek ilyen. Szóval az a fajta misztikum, és azóta is, ami abban egyébként visszacseng. Tehát nagyon érdekes az, hogy az egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, még az Üveghegyen is, miért pont Üveghegyen? Tehát egyszer volt, hol nem volt. Egyszerre van és nincs, ugye? Ugyanaz a paradoxon, az a misztikus tér keletkezik, amit ezzel kicsit
ezzel a pillanattal létrehozunk. Tehát az egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és az üveghegy ugye van, hogy üveghegyen egy sántarrasza, tulajdonképpen üveghegyen valószínűleg a világ is megfordul, ugye van az Elis tükör ország, meg a tükrökön is egy tükröződés, meg az üvegbe. De. Na, szóval rengeteg mindent bele tudok tenni, és ezek a gondolatok, ezek úgy gyerekkorom óta velem voltak, aztán meg hát jött mindenféle, nem fogom az életemet most elmesélni. Többek között angol irodalom, és színjátszás, meg abszurd, meg minden, és valahogy egyre hangsúlyosabb szerepet kapott ez, hogy tényleg elkezdtem volna PhD-zni angol irodalomból, de ott jöttem rá, hogy most ahhoz, hogy én három mondatot, körülbelül ezt kérik, hogy írj 100 oldalt, ahhoz, hogy írsz 100 oldalt valamiről, egy bekezdésnyi kell legyen az új dolog, amit te így észreveszel, és akkor eltöltesz azzal 8 évet, hogy azt a bekezdésnyi gondolatot, azt alátámasz, és minden oldalról te megforgast, hogy senki nem mondta még ezt így, meg úgy, meg amúgy, és rájöttem, hogy hát ez engem nem érdekel, akkor mit érdekel engem, hogy most egy kuratórium elfogadja ott azt, ahogy, és akkor azt mondják, hogy ez most irodalom elméletileg, meg tudományosan, meg egyáltalán a kánonnak megfelelő, amit már nem nagyon ismerünk egyébként, mert már öregek is vagyunk egy kicsit, de azért féljük a pozíciót, szóval ilyesmi. És akkor ezek a szavak utáni a jelentés felettiség, ez a jelentés, a formális jelentés meghaladása, amiben nagyon jó például az abszurd humor, meg az angol abszurd, az egy picit így összefolyt. Ugyanúgy, mint egy Lár Andrásnak is összefolyt valahogy az abszurd humor és a buddhizmus, és első ránézésre sokaknak furcsának tűnik, de hát semmi furcsa nincs benne, mert nagyon ilyen jó barátok szerintem. Aztán hát a döntő az volt, hogy találtam egészen közel magamhoz földrajzilag egy helyet és egy embert, akihez és ahova tudtam járni, gyakorolni, és ez nagy kincs volt, mert addig ugye olvas az ember Hamvas Bélát, meg olvas Eckhart Tollét, meg olvas izét, de hát ezek valahol vannak, valahol izé, de Csongászoni meg ott lakott, ott volt két villamos megállónyira Budapesten, és akkor tudtam hozzájárni, és ez úgy azért más volt, élőbb volt. Segítség volt szerintem mindenkinek. És mikor ide is kijöttem, és volt egy hely, ahova kijönni, szóval ez nem mindegy szerintem, hogy van egy élő, működő hely, ami köthető, és ami szépen összezúzza az összes illúziót, amit videóból vagy könyvekből összeszedsz előtte. Azok elhoznak idáig, aztán innentől már azokat ugye el lehet felejteni szépen lassan. Nem teljesen, de... Köszönöm szépen. A tantien és a csakrák között milyen kapcsolat van, vagy ezt, hogy tudnál esetleg erről beszélni egy picit? Hát beszélni éppenséggel tudnék, de nem vagyok feltétlenül kompetens az ügyben. Tehát oké, hogy a tantient azt köldök csakra helyére szokták tenni, de az, hogy pontosan hova teszik a köldök csakrát a jogában, ilyesmi, azt nem tudom. Általában a csakrák egyébként azt jelenti, hogy egy ilyen kör, talán egy ilyen mozgó kör. Ezek a csakrák is inkább ilyen allegóriák, mint amikor azt mondjuk, hogy fáj a szívem, vagy a szemem világa. És azt, hogy a tantient, hogyha felvágod szikével a hasadat, akkor ott a tantient nem fogod megtalálni valószínűleg, de mégis van valamilyen energia ott, ami így finoman jelen van. És ez köldök alatt két ujnyival, ez szerint a hagyomány szerint ott van, a tantient nagy energiakertnek is hívják, vagy nagy égetőnek hívják, vagy energiakertnek. Ezek mind ilyen szavak, amiket rámondunk. Most lehet ebből
azt is mondani, hogy pálinka főző, vagy szemétégető, vagy ugye a karmánk cefréjét pálinkává főző alsó égető, mert alsó égetőnek hívják egyébként. Ugye életünk gyümölcseinek bezúzott cefréjéből, szóval rengeteg mindent lehet azért, de alapvetően egyféle helybéli fókusz nyújt ugye testére, fizikailag is, mert tényleg a középpont fizikailag is ott van, tehát a súlypontja ott van az embernek, ahol energetikailag tantien, és állítólag energetikailag is ott van. És nem csak állítólag, ugye a köldök is ott kapcsolódik, ott kapcsolódsz először az anyagi világhoz, tehát ott gyűn be a valahonnan a valami, ami aztán lesz az a valami, amire azt mondod, hogy én. Amit nem tudunk, de ez a nem tudom, ez az, amit keresünk. És ez a nem tudomnak az egyik iránya éppen ezért, ez a tantien. Azért fókuszálunk ide, a lélegzeten is keresztül. Aztán, hogy ez a nem tudom, ez hol vezet, azt a gyakorlat az megmutatja. De az, hogy most neked patológiailag, vagy anatómiailag, vagy akár metafizikailag, vagy energetikailag a tantient én elmondjam, hogy mi az. Köszönöm. Hogyha én így Bécsben elmegyek gyakorolni, akkor az ugyanúgy jó. Tehát, hogy egy másik országban, tehát, hogy ez... Nagyon jó. Nagyon jó. Az infrastruktúra is jó Bécsben. A közbiztonság is úgy tudom, hogy egész jó. Csak már ugye én Budapestre nem fogok tudni nagyon jönni, úgyhogy... Hogy Bécsben van-e működő szanga, nekünk nincs, úgy tudom, hogy ez a fajta van-e, de hogyha odamész, akkor akár alapíthatsz. Vagy hogyha odamész és elhívsz bennünket, akkor segítünk neked abban, hogy mondjuk angol nyelven még bevállaljuk akár az előadást, és általában ez mindig ilyen alulról jövő kezdeményezés, azaz az emberektől jövő kezdeményezés által, mert ugye ez nem egy térítő, nem, amellett, hogy nem vallás, pláne nem térítő, tehát hogyha valakit érdekel, akkor szívesen elmegyünk akár Bécsbe is, elmondjuk, hogy mi a zen, hogy ilyesmi, és ha valakinek van kedve gyakorolni, akkor már onnan elindulhat valami, és akkor alakulhat, így alakulnak a szangák egyébként, és ez bárhol. Tehát nem az, hogy mi azt mondjuk, csináljátok ott egy szangát, mert mi azt mondtam, hogy akkor odaépítek egy templomot, és akkor onnantól már új van. Nem, ezek az emberek akarjanak gyakorolni, legyen legalább 4 ember, azok már akkor egy szobában össze tudnak jönni. Hát Sung Sanzen mester is először mosógépet szerelt meg néhány, ezért New Yorkban, ha jól tudom. Tehát nem azzal kezdte, hogy itt is egyébként ez a templom, ahogy kezdődött, úgy volt, hogy abban a kis téglaházban, ahol most a fűszállás van, nem mintha ez most egy nagy templom lenne, de a téglaszálláshoz képest eléggé jó ez a dharma terem. Szóval ott voltak, ott éltek, ott főztek, ott voltak az elvonulások, és szépen lassan, mivel volt rá ember, meg igény, meg gyakorló, meg gyakorlat, meg tanító, meg tanítás és tanítványi közösség, ez így szépen kinőtte magát ezzé, ami most, és remélhetőleg ennek még nincs vége. Nagyon jó, ha Bécsben gyakorolsz, kérlek gyakorolj, és hívjál más embereket is gyakorolni. Köszönöm. Még egy utolsó kérdés. Amennyire tudom, ugye Sung Sanzen mester volt, aki nyugatra hozta a tant. És Koreából legalábbis. Koreába, tehát ezt a koreai zent, amit itt mi gyakorlunk. És ez egy újítás volt, vagy ezt akkor előtte nem csinálta más. Például ezek a videók, amiket csináltok, ez is egy újításként tekintek rá. Én is így kerültem kapcsolatba a zennel, és hogy
hallottam olyat, hogy Csongán Szunin beszélt róla, hogy amerre kerül a zen, és amilyen kultúrában, milyen közösséggel találkozik, mindig vegyül, és úgy implementálják, ahogy tudják, és hogy ez minden, ez személyesen is igaz, hogy mindenki magának úgy implementálja a zent, ahogy tudja. Ezt azért jutott eszembe, hogy itt az előbb egy más meditációs technika elhangzott, hogy mennyire vegyíthetjük, hogy hol vannak azok a határok így az egyéni gyakorlásban, amit még szabad, vagy amit inkább nem. Mert azért ez mégiscsak egy olyan dolog, hogy hozzá tud formálódni valami máshoz. Ez így van, hogy hozzá tud formálódni valami máshoz, és azt csinálsz, amit akarsz őszintén. Szóval viszont a formáért, ezért tudunk valamelyest mi felelősséget vállalni, amit mi tanítunk. Az, hogy igen, Sung Sanzen mester, ugye azért énekeljük például a Szívszutrát el magyarul is, hogy egy picit így tartalmilag is tudjunk viszonyulni valamelyest a zenhez. Az, hogy mit szabad, hát amikor itt gyakorolsz, azt gyakorold, amit a többiek is. Azt, hogy otthon egyébként mit gyakorolsz és hogyan, az a te saját dolgod és egyben felelősséged, bármit szabad. Csak utána te fogod a következményeket viselni, vagy te válaszérsz a felelősséget. Ez nem azt mondom, hogy jó vagy rossz. Csak egyszerűen valamelyest tisztán kell tartani a formát azért, hogy tovább lehessen adni. Tehát a mag az azért maradjon meg. Mert egyébként igen, van ez a forma, hogy így ülünk, ezt tesszük. Ez alapvetően elég egyszerű, de ezt is biztos vagyok benne, hogy mindenki másképp éli meg, és mindenki másképp is fogja elmagyarázni, hogyha továbbadja, és mindenki minden egyes alkalommal másképp fogja tapasztalni is. Ezért fontos, hogy a tiszta és világos legyen az instrukció, és tiszta és világos legyen a forma, amit követsz. És utána, hogy ehhez mi jön hozzá a te életedbe, milyen egyéb formák, az a te személyes szabadságod. Csak hogyha például mondjuk tovább akarod adni, tovább akarod tanítani például ezt a módszert, akkor lehetőleg minél tisztábban érdemes ezt továbbadni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Remélem, hogy az instrukciók egyre kevésbé tiszták számotokra is, és éppen ezért egyre több gyakorlásra késztetnek benneteket, mert a gyakorlást azt soha semmi nem fogja pótolni, sem beszéd, sem írás, sem gondolkodás, hanem ez. Visszatérünk a gondolkodás elő, és csak azt látjuk, ami van. Tisztán látunk, tisztán hallunk, tisztán látjuk a szituációnkat, tisztán teremtünk kapcsolatot, és tisztán cselekszünk. És kevesebbet szenvedünk, és kevesebbet szenvedtetünk, elérjük a felébredést, és segítünk minden érző lénynek felébredést. Ezt kívánom mindannyiunknak. Köszönöm szépen!